Sziasztok! A mai videóban összefoglalom az Olin Podcast stílszerűen 69. epizódját Elon -a. -a. podcast azért volt különleges, mert vezetői Elon barátaiból állt. Jason Kalakanis, Csamat Palihapitia, David Sachs és Davis Friedberg. A barátságos hangvétel azonnal egyértelmű volt, ahogy Jason bejelentette maszkot, aki zoomon jelentkezett be, egy titkos helyszínről, a csábítófiltert bekapcsolva egy jó hajnapon. Jason megkérdezte, mivel van maszk elfoglalva manapság. Elon viccesen azt válaszolta, próbálja még vitatni, hány bot is van a Twitteren. Megosztotta a cég szerint 5 amin mind ő, mind a közönség jót nevetett. I mean... Szerinte a valóság sokkal inkább 20 körül van minimum. A coca cola tweetje a valaha volt legtöbbet lájkolt like tweet a cég történetében. Ez kevesebb, mint 5 millió ember lájkolta like eddig. Ilon szerint fontos, hogy a cég menjen vissza a gyökereihez, és tegye vissza a kokaint az üdítőbe. Valószínű, ez az oka, hogy nagyszüleink 30 km tudtak gyalogolni a hóban. A Twitter szerinti felhasználói szám 2,5%-a lájkolta like ezt a viccet, ami egy nagyon alacsony szám. A végső botszám nagyon fontos a reklámozók szempontjából. Jason megkérdezte, miért fontos a szociális hálózat számára. Ilon szerint a Twitter egyfajta városháza, egy közösségi tér. Fontos, hogy tisztán látható legyen a működése. A Twitter kezd szélső lenni. Ő eddig a demokratákra szavazott, megemlítette, a következő választáson biztos a republikánusokra fog szavazni. Ezt a bejelentését két nappal a Business Insider cikk megjelenése előtt tette. A cikkírója egy nappal a podcast után vette fel a kapcsolatot vele. Szerinte egy egészséges demokráciában muszáj, hogy szólásszabadság legyen. Őt is sokan támadják, ez egyrészt nem érdekli, másrészt akár meg is duplázhatják, de mégis ez egy jól működő demokrácia jele. Jason hozzátette, furcsa, hogy a demokraták mennyire elfordultak tőle. Az elnök egy ideig ki sem mondta a cége nevét. Ezt ironikus is furcsája, plusz szerinte túlságosan is a zsebében van a szakszervezeteknek Biden, ami Obama esetében nem volt így. Csamat megosztott egy cikket a bloomberg -től. Ebben megemlítik, hogy 2200%-kal van fejebb a részvényára a Tesla-nak az IPO óta, 11 év óta folyamatosan profitábilisak, egy szóval minden henger működik. Erre Elon röhögve rávágta, hogy többig nyomják a gázpedált. Majd Csamat befejezte, a Tesla célára minden siker ellenére 200 és 1600 dollár között van. Közben Musk szerint ez nem is egy cég, hanem hat vagy több együttvéve. Elon megpróbálta összefoglalni, de biztos volt benne, hogy ki fog hagyni párat. Egy átlagos autógyár autókat rak össze, kontrollálja a beszerzési láncot, és autókat ad el a dílereknek. Tipikusan motort is fejlesztenek, de a legtöbb alkatrészt és szoftvert a beszállítók fejlesztik, és ők is szállítják. Az aktuális munka, amit csinálnak, nem olyan sok. Nem foglalkoznak eladással vagy szervízzel. Ezzel szemben a Tesla maga adja el az autóit, van szervizük, a világ legnagyobb elektromos töltőhálózatával rendelkeznek. A vertikális integráció miatt ők maguk fejlesztik és készítik az akkumulátorcsomagokat, az elektronikát, az elektromos motorokat, továbbá az összes alkatrész nagy százalékát ők gyártják. Egyformán erősek hardware és szoftver fronton. A legfontosabb az AI csapat. A Tesla nulláról építette fel a világ legjobb AI csapatát. Az Autopilot hihetetlen sofistikát lett. Olyannyira, hogy saját Autopilot csippet kellett fejleszteniük. Ez sem volt elég, és kénytelenek AI szervert is fejleszteni Dojo néven. Csamat elmondta, mikor pár éve Musk megmutatta, hogyan fognak kinézni a jövő gigafaktorijai, akkor értette meg a Tesla lényegét, hiszen a gyártervek úgy néztek ki, mint egy processzor. Ezen felül az Uber és hasonló cégek is félhetnek, hiszen jön a Tesla-féle konkurencia. De a biztosítók sem lehetnek nyugodtak. Elon elmondta, az eddigi biztosítási rendszer hibás, mert statisztikák alapján dolgoznak. Ők azonnal reformálják a szektort azzal, hogy valós időben figyelik, ki hogyan vezet aktuálisan. Jason visszatért a Twitter üzletre. Elon elmondta, az a baj, addig nem szeretne fizetni, ameddig nem tudja, hány bot van a platformon. Ezt persze véletlen sem akarják elárulni, sőt azt mondják, csak ők értik meg, ami elég goromba szerinte. Elmondta ez olyan, mintha megegyezne, hogy vesz egy házat, aminek 5%-a termesz. De ha kiderül, hogy 90%-a termesz, akkor az nem ugyanaz a ház, és nyilván nem ér annyit. Nincs kizárva, hogy megveszi, de minél többet kérdez, attól jobban aggódik. A kérdés, hogy megjavítható-e a termék. Nem atomot akarnak hasítani, vagy a holdra jutni, csak simán a spam akontokat akarják eltüntetni. Ha egy felhasználó egyfolytában bitcoint akar adni, nyilván spam akont. Majd viccesen hozzátette, ad valaki neki két bitcoint, ő egyet ad vissza. Jason megkérdezte, mi a grandiózus terv, ha mégis megveszi a platformot. Elon elmondta, szükség lenne egy nyugati WeChat-hez hasonló apra. Ez olyasmi, mint a Twitter, a PayPal, meg egy csomó más szolgáltatás együttvéve. Fontos továbbá neki, hogy legyen egy videó megosztó része is a platformnak, ahol bevétel megosztás is lenne a kreátorokkal. Jason kérdésére válaszolva elmondta, hajlik rá, hogy nulláról építsen egy új platformot. A Tesla esetében is hatalmas hiba volt másokban megbízni. A második hibája az volt, hogy nem akart vezető lenni eleinte, csak a technikai oldalra akart koncentrálni. Egyszer is mindenkorra tisztázni szeretné, mikor a Tesla-ba fektetett, az csak egy darab papír volt. Annyiszor voltak csőd közelben, hogy az már nevetséges. Jason elmesélte, hogy 2008 év végén Maszka vacsorázott, és megkérdezte, minden rendben van-e, mert azt hallotta, hogy már csak három hétre tud fizetni a Tesla és SpaceX dolgozóknak. Megkérdezte, hogy ez igaz-e. Musk azt válaszolta, hogy nem. Erre Jason megnyugodott. Amire Elon elmondta, hogy két hétre volt már csak pénz. Ha időben fizették volna ki beszállítóikat, azonnal csődbe mentek volna. Jason viszont arra is emlékszik, hogy mikor arról kérdezett, van-e valami jó hír is, Musk a BlackBerry-én megmutatta a Model S agyagmodelljét. Ugyan az ígért 50 ezeres ár soha nem jött össze, de igaza lett Jasonnek, mert ezzel az autóval teljesen megváltoztatták a világot. Majd megkérdezte, milyen lett az élete azóta, hogy a leghíresebb ember lett a világon. Ilon elmondta, az egész egy hullámvasút, de lekopogta, legalább már nem a halállal kell farkas szemet nézni nap, mint nap, Elég stresszes, ha a halál habzó szájjal le akarja enni az arcodat. Majd átértek a SpaceX-re. Ha egy háromdiás PowerPoint prezentációban kéne elmagyarázni, arról van szó, hogy először fejlesztettek egy nemzetközi űrállomást és egyéb cégeket ellátó rakétarendszert. Az ebből származó bevételből lesz pénzük kifejleszteni egy globális telekommunikációs rendszert. Majd ebből fejlesztik ki azt a rendszert, ami lehetővé teszi majd a holdbázist, illetve az önfenntartó várost is. Davis kérdésére, hogy a fúziós energia hasznos-e, egy hosszú választ adott. Elmondta, 100%-ban lehetséges. A nagy kérdés, hogy valaha gazdaságos lesz-e. Szerinte ezt a szintet soha nem érjük el. A javítás is eszméletlen mennyiségű pénzt fog felemészteni. Plusz elmondta szokásos válaszát, minek fejleszünk ki egy fúziós erőművet, mikor egy gigantikus darab minden reggel fel kell és zéró szervizigényű. Annélkül, hogy bárkit kitelepítenének, a földterületét felhasználva tízszer akkora területet tudnának ellátni energiával, mint az Egyesült Államok az USA területéről. Ha az összes vízfelületre is kiterjesszük ezt, akkor százszor akkora energiaigényű civilizációt is el tudnánk látni. Közben a legtöbb országban populáció összeomlástól kell félni. Az emberek helyét robotok vehetik át. Sokan féltik a környezetet, ezért nem vállalnak több gyereket. Ez nonszensz a környezet rendben lesz. Legalább a fenntartató szintet el kéne érni. Jason Gigatexasról kérdezett. Iron elmondta, ezzel a gyárral tényleg mindent egy tető alá hoznak. Nem sokára tovább bővítik, és már tényleg egy mérföld hosszú lesz. Az egyik oldalt nyersanyagok mennek be, a másikon kész autók jönnek majd ki. Jogosan kritizálta őket Sandy Morrow a Model 3 esetében, hogy rengeteg alkatrészből át az autóik hátulja. Igaza volt, ezért is döntöttek a gigakaszting mellett. Kaliforniában ezt a gyárat lehetetlen lett volna felépíteni. Annyi szabályozás van ott, hogy még mindig a papírokat írnák alá. Pedig imádja a valaha volt lehetőségek államát. Davis arról kérdezte, hogy válság van-e. Iron elmondta, ő azt volt a fél éve, hogy tavaszra vagy nyára válság lehet. Nem tudja, hogy ez már az-e, de azt tudja, hogy ez kell a gazdaságnak. Ez egyfajta tisztítókúra. A dotcom lufi előtt például a PayPal-nál kaptak úgy befektetői pénzt, hogy azt csak elküldték nekik. Azt sem tudták eleinte, kitől kapták. A jelenlegi helyzet rosszabb lesz szerinte. Egy, másfél évig tarthat. Jason Amerika jövőjéről kérdezett. Elmondta, ötük közül négyen nem ott születtek. Hárman dél-afrikaiak, Csamat Sri Lankáról származik. Hárman jöttek Kanadán keresztül. Ilon egyetértett vele, hogy Amerikának továbbra is vonzónak és nyitottnak kéne maradnia a tehetségeknek. Szerinte nem csak a tehetséges embereket kéne beengedni, hanem a keményen dolgozókat is. Ha valaki többet ad, mint amit kivesz a közös kasszából, azt tártkarokkal kéne fogadni. Csamat csalódott Bidenben, mert Trump szigorításait nem fordította meg 180 fokkal. Ilon szerint nehéz megmondani, mit is csinál az elnök. Trump emberei közül legalább voltak, akik tettek valamit. A pénznyomtatás nyilván az okozója az inflációnak. Az sem jó ötlet, ha a deficitet emeljük a végtelenségig, erre számtalan példa van, hogy rossz ötlet, elég csak Venezuelára gondolni. Az igazi gazdaság a bizniszek és a szervizek eredménye. Szerinte furcsa lesz a jövőben, hogy Kína gazdasága kétszer, háromszor nagyobb lesz a keményen dolgozó emberek miatt, mint Amerika gazdasága. Ezért abba kéne hagyni a belső viszályokat és felkészülni erre. Majd azzal köszönt el, hogy késésben van a munkából, rakétát kell építsen. Köszönöm mindent Patreonos és Youtube támogatómnak is a támogatást. Nézzetek rá a merch és az egyéb linkekre is a leírásban. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold shape, find almost anything. All it takes is some time.